Édesanya karjában a gyermek, a várandós édesanya a gyermekeivel, vagy éppen én és anya. Többi között ilyen és ehhez hasonló alkotások várják mindazokat, akik a piarista iskolában járnak. Október 11-én volt ugyanis annak a rajzpályázatnak a díjkiosztó ünnepsége, amit a Moson-Magyaróvár egyes számú Beretta Molla Szent Johanna cserkész csapat hirdetett névadója tiszteletére, születésének 100. évfordulóján. Kigondoltuk, hogy meghirdetünk egy ilyen rajzpályázatot óvodás, alsó tagozatos, illetve felső tagozatos gimnázista kategóriába. 167 rajz érkezett, amiből nagyon-nagyon nehéz volt eldönteni, hogy ki legyen helyezett. Így óvodás kategóriába 3 helyezést hirdettünk, alsós kategóriába, felsős kategóriába, első, második, harmadik, negyedik osztály, illetve a felsős kategóriába 3 helyezettet és egy külön díjat tudtunk választani. Az anya mint példakép volt a téma, ami mindenki szívéhez közel áll, amiből a legszebb alkotások születnek. A díjkiosztón Iváncsics János köszöntötte az egybegyűlteket, és kiemelte, a mai világban ez a téma egyre fontosabbá válik. Nagyon fontos az, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy mik az eredeti európai értékek, mik a cserkész értékek. Ezek valahol össze is találkoznak, és ezt az a legjobb, hogyha minden fórumon megpróbáljuk hirdetni. És ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy nagyon sok helyre eljusson ez a gondolat. Az alpolgármester hozzátette, örömteli, hogy nem csak a városból, hanem a környék településeiről, sőt még Győrből is érkeztek pályamunkák. A sok pályamunka pedig azt mutatja, hogy a gyermekek is szívesen rajzolnak ebben a témában. Nagy Júlia, a Bolyai János általános iskola tanulója például angyalként ábrázolta édesanyját. Egy képet arról, hogy megmutassam, hogy mégiscsak angyalként fent van az égben, mert hát ő engedte meg, hogy maga a gyerek így megszülethessen, és hogy hát ilyen, hogy megengedte, hogy maga a gyerek élje túl ezt az egészet. Miért fontos szerinted ez, mert hogy most az anyukáknak rajzoltunk? Hát szerintem azért fontos, mert hát lehet, hogy vannak olyan emberek, akik inkább nem a babát mentették volna meg, hanem saját magukat, és hogy megtiszteljük ezeket az anyukákat. A különdíjas Terc Laura, a piarista iskola diákja, hétköznapi jelenetet ábrázolt. Egy anyukát, aki öleli a gyerekét. Miért éppen ezt választottad? Azért, mert ezzel is szerettem volna kifejezni, hogy az anyuka szereti a gyerekét, és lehajol, hogy meg tudja ölelni. Minden alkotó emléklapot kapott, a legjobbakat pedig díjazták. A gyermekrajz pályázatra beérkezett pályaművekből kiállítást rendeztek a piarista iskolában, amit 2 hétig láthat még a közönség.